Már több mint 4 hónapja tart a háború Ukrajnában. Jelenleg az ország délkeleti részén a leghevesebbek a harcok, ahol a szakadár területek találhatók. Az egyik régióban, Luhanszk megyében már csak egy nagyobb település maradt ukrán kézen, miután az oroszok visszavonulásra kényszerítették a védőket. Innen északra az orosz határ mentén, illetve végig a Fekete-tenger partvidékén pedig továbbra is folyamatosak a légitámadások. Lakhatatlanná váltak a házak az Ukrajna déli részén fekvő Zaporizsja egyik külvárosában, erről a Reuters hírügynökség tett közzé felvételeket pénteken. Ukrán jelentések szerint az oroszok rakétasorozatvetővel lövik a lakott területeket. Hajnali 5 és 6 óra között hívtak a szomszédok, és azt tanácsolták, hogy vegyek be nyugtatót, mert a házamból szinte semmi sem maradt. Csak a kutyám maradt meg, mert átugrott a kerítésen, a házam fele viszont teljesen eltűnt, mondta egy nő. A régió mintegy 2/3-át elfoglalták az oroszok, a terület központja azonban még az ukránoké, akik igyekeznek visszaszerezni az elfoglalt területeket. Szombaton Kijev az orosz csapatok ellen sikeresen végrehajtott légitámadásról számolt be. A Reuters beszámolója szerint a kelet-ukrajnai Harkivban egy sportközpontot ért légitámadás, amelyben a sportszerek nagy része kigyulladt, a mennyezet pedig leomlott. Az ukrán jelentések alapján az oroszok minden nagyobb épületet lőnek az ország második legnagyobb városában, például iskolákat és óvodákat is, halálos áldozatokról nem érkezett hír a pénteki támadás után. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a Harkivi régióban megsemmisítettek egy katonai támaszpontot, ahol külföldi zsoldosok állomásoztak. A tárca szóvívője szerint 2 másik ilyen bázist is támadásért az ország déli részén a Fekete-tenger partvidékén. Az orosz légierő nagy pontosságú fegyverekkel mért csapást külföldi zsoldosok 3 bevetési területére, ennek eredményeként több mint 200 külföldi katona és csaknem 100 ukrán nacionalista vesztette életét, nyilatkozta Igor Konasenkov. A tárca jelentése szerint egy nap alatt 5 ukrán fegyverraktárat semmisítettek meg, emellett több mint 60 tüzérségi egységet is felszámoltak, amelyek egy része állításuk szerint amerikai fegyverekkel volt felszerelve. Közben ukrán és orosz források is megerősítették, hogy a kelet-ukrajnai Szeverodonyeck városát több hetes ostrom után elfoglalták az oroszok. Így a szomszédos Liszicsanszk az utolsó nagyobb település az egyik szakadár régiót magába foglaló Luhanszk megyében, amely még ukrán irányítás alatt áll.